Tehát azt tudjuk, hogy a vár jelenlegi elhelyezésén a 14. században, ha ide nézünk az alaprajzra, egy mandula idom alakú kőkirályi erődítmény létezett, amely északi részében egy torony feküdt. 1409-ben a Hunyadi család őse, Vajk Kenéz, adományként kapta a luxemburgi Zsigmond királytól az erődet és a Vajda-Hunyadi uradalomt különleges katonai érdemeért cserében. De biztos a Kenéznek nem volt elég pénze bővíteni, építeni itt Vajda-Hunyadon, úgyhogy 1440 után nagyobbik fia Hunyadi János két építkezési szakasz alatt teljesen átalakította a vár vagy az erőd alakját, úgyhogy itt Vajda-Hunyadon az 1450-es években egy nagyon szép nemesi rezidencia létezett. De beszéljünk picit a várról. Tehát Hunyadi János először lebontotta a vár védőfalait, és helyettük vörössel ábrázoltuk itt egy nagyobb, szélesebb körülvett tért épített, amelyet 7 toronnyal erősített meg. A vár északi szárnyában a hímes vagy a festett torony fekszik, itt mellettünk jobbra aján bejöttünk, ez az új kaputorony, tehát ha létezik új, akkor valamikor működött régi is. Megfordulva szembe velünk, de picit harán balra, ottal helyezkedik a félköríves ajtónyillás, az a vár eredeti bejárata, fölé a régi kapu toronyt építették, és ugyan Hunyadi János idejében építették a kapisztrán, a nebojsa vagy nefély, a puszta és a dobosok tornyát. 1446 után, tudjuk, Hunyadi János Magyarország kormányzója lett itt Vajda-Hunyadon, ő lemondott a hadi építkezésekről, majd tovább egyházi, illetve civil épületekkel bővítette a várat. Először ide balra, a vár keleti részében egy nagyon szép gotikus kápolnát épített. A kápolnának az ajtózatából részletek, még eredetiek, és az ajtó fölött találjuk Hunyadi család címerének egyik változatát, az úgynevezett sisakdíszes címert. Majd ha jobbra nézünk, ott fekszik a vár legszebb épülete, a nagy palota, mely két egymás felett épített díszteremből áll össze, a földszinten a lovakterem, fönt az első emeleten a tanásterem. Sajnos Hunyadi János nem sokáig örvendett a Vajda-Hunyadi várkastélynak, 1453-54 körül fejezte be itt az építkezéseket, és tudjuk, hogy a Nándorfehérvári diadal után nem a csatában, hanem Pestisben 1456. augusztus 11-én meghalt, és gondolom tudják, hogy nem ide Vajda-Hunyadra, hanem a Gyula-Fehérvári székesegyházba temették el, de nemhogy nem lett volna hová. Azt tudjuk, hogy a Hunyadi család, illetve Hunyadi János az 1450-es években birtokolt összesen körülbelül 28 kastélyt és palotát, 52 várost, 950 falut és 2.200.000 hektár földet. Tehát nagyjából Erdélynek negyede a Hunyadi család birtokában volt. Hunyadi Jánost nagyobbik fia László örökölte, sajnos nem sokáig, tudjuk, hogy lefejezték nem 1457 márciusában, majd Szilágyi Erzsébet igazgatta itt Vajda-Hunyadon tovább az építkezéseket 1458-ig, amikor a Vajda-Hunyad vára Mátyás király birtokába esik. Tehát Mátyás király és az édesanyja ketté osztották a hatalmas Hunyadi család birtokot, és a Vajda-Hunyad vára Mátyás király kezében maradott. Tehát visszanézve ide az alaprajzra, mit építettek az 1450-es évek előtt és mindjárt után? Tehát az északi szárny elé építették ezt a szép reneszánsz lodzsát. Azt mondják, hogy Erdélyben ez a kora olasz reneszánsz stílusnak az első megnyilvánulása lenne. Tehát ez az Erdély első reneszánsz épület. Majd Mátyás király a nagypalota nyugati homlokzatához később építette azt a nagyon szép, gyönyörű, a hídról jobbra gótikus erkélysort. Sajnos 1504-ben Korvin János, Mátyás törvénytelen fia 31 évesen meghalt, de ez a Hunyadi család, vele kihalt a Hunyadi család teljesen. Ez a Hunyadi család egyik tragédiája. Egyik férfi ismert tagja sem emelte túl az 50. Legtöbbet Hunyadi 49-et élt,
Mátyás 47 évesen halt meg 1490-ben, Korvin János 31, Hunyadi Lászlót 26 éves korában lefejezték, és Hunyadi János öccse, ifjú Hunyadi János 20-21 éves lehetett, amikor meghalt. Hát a 16. század folyamán nem építettek semmit, vagy valami fontos a Vajdahunyad várához, majd a 17. században Bethlen Gábor befejezte a vár korabeli építését. Itt Vajdahunyadon legtöbbet nem a Hunyadi család, hanem Bethlen Gábor épített. Itt kékkel ábrázoltuk, amit a 17. század elején Bethlen Gábor épített. Befejezte a vár déli szárnyát, megfordulva szembe velünk, ott helyezkedik a kiugró erkély, oda két emeletet építettek, és azt tudjuk, hogy oda helyezték a vár műhelyeit. Második emeleten a szabó, az első emeleten a szövő, lent a földszinten a kovács műhely. Ugyan Bethlen Gábor parancsából a régi, tehát ez a régi bejárat, de a régi torony és a régi kapu elé egy hatalmas, többszintes védőbástyát építettek, és akkor 1619-ben bezárták teljesen a régi bejáratot, és ugyan a vár keleti védőrendszerét tüzérségi terasszal erősítették meg. 1724-től kezdve a Vajdahunyad vára állami birtok lesz, először a Habsburg Birodalom, tehát az osztrákok, majd a magyar állam, és 1920-tól kezdve a román állam, jelenleg önkormányzat tulajdonában van, tehát a város igazgatja Vajdahunyad várát. Összesen azt tudjuk, hogy a vár legalább négyszer égett le. A legnagyobb tűzvész 1854-ben történt. Ebben a tűzvészben a vár kb. Két hétig égett, úgyhogy az összes eredeti faszerkezet, ami még megmaradott, nem leégett, egyetlen egy fa kapunk kívül. Ez a vár legértékesebb fatárgya. A 15. századból származik, tehát eredeti, de az érdekes ennél a fa kapunál vagy fa ajtónál, hogy ez a börtöné. Második világháború után, 1956-tól kezdve, 40 év szünet után, román állampénzből megint neki fogtak restaurálni itt Vajdahunyadon, és végre nagyjából 100 év után, tehát 1968-ban kezdték meg, és 1868-ban kezdték meg, és csak 1968-ban fejezték be, majd a Vajdahunyad vára múzeum lett. Tehát ez a gótikus kápolna, amelyet Hunyadi János 1446 után épített, és amelyet a 17. század elején, ha oda szembe nézünk a falra, több évszám látható. Legjobban 1623 olvasható, tehát annak idején azt tudjuk, hogy teljesen átalakították a kápolna eredeti boltozatát lebontva, tehát a kápolnának az eredeti arculatát nagyon-nagyon átalakították, és a kápolna fölé építettek egy új emeletet, és oda helyezték, azt tudjuk, az asszonyok házát. Tehát egy későbbi levéltárból, inventáriumból megtudjuk, Bajoni János alkotta 1684-ben, megtudjuk, hogy az asszonyok házából egy titkos folyosón át lehetett menni közvetlen az úrszobájába. Tehát a tulajdonos nem a szeretőit a kápolna fölé helyezte, azt gondolva, viccelve nem, hogy könnyebb elérni a bocsánatot. Balra egy nagyon szép ólomüveg Hunyadi János alakjával. Az ólomüvegek nem a korabeliek, 35-40 évesek. Az úgynevezett Mátyás lodzsa, vitatott dolog, még Hunyadi János vagy Mátyás király építette, de hagyomány szerint ez az elnevezése, hogy Mátyás lodzsa. Emeletén vagyunk, jelenleg egy nagyon szép, sajnos nem az eredeti, de nagyon-nagyon szép kazettás famennyezet a 19. századból. És ha picit hátrébb jövünk ide a fal mellé, a félkörívek fölött itt megmaradt egy eredeti, hát azt tudjuk, hogy jelenleg Erdélyben ez az egyetlen egy megmaradt példány a 15. századi
nem erdélyi reneszánsz laikus freskokból, amelyről Möller István azt mondja, hogy Hunyadi Jánosnak a származását ábrázolná. Ha ide jobbra tekintünk, a pillértől balra, ide felnézve férfi alak, mely kezében gyűrűt tart, luxemburgi Zsigmond király lenne. Itt a pilléren jobban látszik. Ez a madár a holló lenne, tehát a családi címer. Ide balra női alak kendővel Morzsinai Erzsébet, ő Hunyadi János édesanyja, egy másik Erzsébet, de Szilágyi volt Hunyadinak a felesége. És itt a pilléren a szőke gyereki alak, ez a kis Hunyadi János lenne. Jó, tessenek most benézni és körbesétálni, nézzék meg az aranyszobát, és miután körbesétáltunk, jobbra haladunk, látogassuk meg először a kisasszonyok szobáját, majd a tanástermet. Tehát ez a kisasszonyok szobája Hunyadi János idejében, tehát a 15. században, egy mondjuk védelmi emelet, egy toronynak a védelmi emelete volt, majd a 17. században, akkor tudjuk, hogy Bethlen Gábor idejében és azután kisasszonyok szobája vagy szobájának működött. Jelenleg egy nagyon-nagyon szép, tudjuk, hogy nem eredeti, a börtönajtón kívül, mikor nem faszerkezetről beszélünk, akkor vagy a 19. századból, vagy a 20. századból származik. Ez egy nagyon-nagyon szép, 1891-ben építették, nagyon-nagyon szép tiroli cserépkályha, amelyet négy családi címer díszít. A fal mellettitől kezdve nem koronából zerge emelkedik, az a Szilágyi család címere, tehát Hunyadi János feleségének a családjának a címere. Beszéltünk róla, nem, a következő címerről, a Hunyadi családé. Majd ezen az oldalon Hunyadi János két személyes címere, az első kormányzói címer, és az utolsó, a negyedik Hunyadi János bővített címere, amelyet 1452-ben kapott, amikor Hunyadi lemondott a kormányról, 5. utószülött Lászlótól. Ez a makett az a nyugati erkélyből, nagyon régi, értékes, 1866-ból származik, és ábrázolja a vár állapotát, miután leégett, és mielőtt neki fogtak restaurálni, azért nagyon sok érdekes dolog létezik rajta, amelyet másféleképpen ma nem ismertünk a Vajdahunyad váráról, hogy voltak beosztva a termek, az ablakok, stb. Majd itt a kisebbik makett az 1950-es évekből, mielőtt neki fogtak restaurálni 1956-ban. Tehát ez a nagy palota emeleti terme a vár nyugati szárnyában helyezkedik, és az 15. század közepe táján 1452 körül építetett. Tehát észrevenni, nem gótikus stílusban, de a jelenlegi pillérek, a boltív nem a korabeli, hanem 50-60 évesek, az utolsó helyreállítások alkalmával építették, azért, mert a 17. században ugyanaz történt itt is, mint a kápolnánál, csak hogy itt Bethlen Gábor, miután lebontatta az eredeti boltíves gótikus mennyezetet, megemelte körbe a koronafalat 2,5-3 méterrel, és a palotának egy új emeletet épített. Itt a mondjuk most már középső emeleten három nagy hatalmas termet hozott létre. Itt az északi részében két nagy hatalmas hálószobát építve Bethlen Gábor magának és feleségének. Mindegyik 88-90 négyzetméteres. És ott le vannak festve az arcképek, a medalion sor, ott volt a vár egyik ebédlője. Ezeket a rekesztéseket,
vagy ezek a rekesztések helyesebben a 19. század tűzvészben, vagy azelőtt is már, vagy leszették, vagy már leégett a 19. században, és ahogy említettem már, ezt a termet gótikus szerűen vissza helyreállították 1956 után. Hogy fűtettek, már kérdezték egy ilyen hatalmas termet. Ott a sarokban, a terem délnyugati sarkában az egyik régi kandalonak a nyoma. Azt tudjuk, hogy ennek a teremnek eredetileg 3 kandalója volt. De ne gondoljuk, hogy ki tudja télen milyen meleg lehetett. De úgy mondjuk 2-3 nap fűtés után, ha nagyon hideg volt kint, akkor bent plusz 10, plusz 12 fok volt, de ne sajnáljuk a nemeseket, mindig kibírták pótolni ezt a hiányt belső fűtéssel. Volt és honnan, Bajoni János azt mondja, hogy a vár pincéiben, ha nem is évente, legalábbis 1681-ben több száz liter pálinkán kívül 40 ezer liter bort is raktároztak. Ez a vár déli szárnya, itt a Kovács műhely, miért ide? Emlékszünk, beszélünk a régi bejáratról, itt mindjárt kimenve jobbra, ott van a régi Kócsi bejárat. Beszéltünk az alagútról, ez volt a régi bejárat, ez a félköríves ajtónyílás volt a kapu, annak idején a félköríves bástya nem létezett, ez a félköríves épület, úgyhogy a lépcsőtől indult a kapu előtti fahíd, melyből 4-5 méter felvonó volt. 1619-ben lebontatták a fa hidat, és helyette ezt a többszintes védőbástyát építették. Tehát ezek a vízszintesen átfut kisebb lukok, ezek gerendafészkek. Nem 1, 2, lehetséges 3 mennyezet, de biztos 2 mennyezet, 3-ba osztotta ezt a hatalmas bástyát, mindegyik szint 3-3-3 ágyúlőréssel, illetve több puska számszeri lőréssel rendelkezett. Hogy közlekedtek a szintek között? Ide a bástya déli sarkába egy kisebb belső tornyocskát építettek, mely közepén csiga lépcső nyullánkozik, van ajtó a földszinten, az első emeleten, a második emeleten nem volt szükség ajtóra, oda ki lehetett szépen járni. A bástyát nem lakták, védő funkciója volt, úgyhogy ott az ajtó, faajtó mögött nem az öngyilkosok használták annak idején, hanem ott azt tudjuk, hogy a német zsoldosok hálószobájuk működött, az első emeleten a magyar katonák ott lakták a helyiséget. Tehát ez a Vajdahunyad várának a híres kutya, 28 méter mély. A története azt mondja, hogy 1442-ben Hunyadi János legyőzte a törököket, és ide Vajdahunyadra hozott egy pár török foglyot, és 3-nak azt ígérte, hogy ha kutatásnak és források bukkannak, akkor, tehát ha vizet kapnak, akkor szépen szabadon haza engedi őket. Hát a törökök, gondolom, hogy 3 férfi nagyon-nagyon örült ennek a hírnek, csak szegény török rabok, a foglyok nem tudták azt, hogy itt Vajdahunyadon a vár sziklára van építve. Úgyhogy ástak, inkább véstek nem 1, 2, 5 vagy 10 hétig, hanem 15 évig. Közben Hunyadi János, aki ígérte a szabadságot, meghalt, úgyhogy a vár új tulajdonosa nem csak, hogy nem tartotta be Hunyadinak az ígéretét, hanem halálra ítélte és kivégezte a 3 török foglyot. De mielőtt kivégezték volna, hát nagyon szegény nem voltak, mert nem rendes katona volt. Az egyik foglyó, ez volt az utolsó kívánsága. Engedje meg a vár tulajdonos neki, valahova írja le a 3 töröknek a nevét. Ha ide a kápolna külső támpillére nézünk, itt a piros nyíl fölé, ott találjuk az arab szöveget, ahová a legenda szerint
A három töröknek a neve Ali, Mehmed és Ibrahim lenne vésve, de ez csak legenda. Habár a szöveg hivatalos 15. századi betűkkel és nyelvtannal van leírva, de ez a három török név a Korán egyik sorát jelenteni, mely magyarra fordítva úgy szólna. Vizetek van, de szívetek vagy lelketek az nincs. Hivatalosan úgy szólna a szöveg, én Haszán ástam a kutat a templom melletti udvarban, abban az időben, amikor rab voltam a gyauroknál, a hitetleneknél, vagy a keresztényeknél. Tehát ez a lovagterem, a nagy palota fölszinti terme, amelyet, ha ide pillér fejezetre nézünk, gótikus betűkkel írt latin szöveg, lefordítva azt mondja, hogy én hatalmas Hunyadi János építettem a lovagtermet, amikor Magyarország kormányzója voltam 1452-ben. Étkező helyiségnek, illetve bíróságnak használták, tehát itt szoktak szórakozni. Fönt a bálok, itt a földszinten a bulik. A Vajdahunyad vára mese szép lehetett. Azt tudjuk, hogy Hunyadi János idejében, később is Mátyás király majdnem teljesen nem csak belülről, hanem kívülről is lefestették. Ott egy 15. századi teljes páncélzat, ennek a páncélnak a súlya úgy 20 körül, léteztek 60-70 kilósak is, hát nagyon drágák voltak annak idején. Egy könnyebb páncélnak az ára, biztos középkorban nem mindig készpénzben, valamikor állatokban, igen, na, vagy én állatokban találtam meg a páncélnak az árát, azt mondja, hogy vagy 17 ökör, vagy 27 tehén. Ez közel a 100 ezer euróhoz, és biztos a dísz, az ünnepi páncél ára túllépte az öt falunak az árát. Biztos annak idején 20-25 ház, az volt a falu. Vajdahunyad mezőváros volt, például 1681-ben Vajdahunyadnak 184 háza volt, 7 utca is. Itt a parasztfegyverek, furkosbot, kiegyenesített villa, kasza, húzogány őse, nem?